Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a Kos jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. A személyes jóslások megjelennek a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens Oder megtalálod a Facebookon. Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Amire még felhívnám a figyelmeteket, az a havi ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma. Van egy havi asztrológiai előrejelzés, és bemutatok egy havi angyalt. Azon kívül minden hónapban van egy kedvezmény azoknak, akik megrendelik a hírlapot, mégpedig egy jóslás indiai asztrológiával együtt 6000 forintért. És most rátérek a kártyákra, és megnézzük azt, hogy mit üzennek a Kos jegyében születetteknél. Ide tartozok én is, hiszen én is a Kos jegyében születtem. Első hét, október hónapban itt látható. Vedd kezedbe ezt a kulcsot. Az azt jelenti, légy magabiztos. Legyen meg ez a magabiztos fellépés. Ne légy bizonytalan. Ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit, mint például a problémákat, hiszen ez a hegy utalhat erre. Egy időben kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek, és akkor itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Ez a hegy jelenthet hegyvidéket is, és ez a mozgás például egy kiruccanása a hegyekben. Itt ez a park jelenti az elismeréseket, hogy mások észrevesznek téged. Vagy lehet egy találkozás a nyilvánosságon, és ez a kígyó utalhat egy hölgyre is, hogy valakivel találkozol. Azon kívül a kígyó jelenti a megújulásokat, a gyógyító erőt, és itt a gólyák jelentik már akkor a változásokat. Ez a felhő azt mutatja, hogy valami még átláthatatlan. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, ahol gyógyító hatás van, tehát egészségügyi területen, itt a változás lehet akkor egy munkahelyi változás, de még valami átláthatatlannak tűnik számodra, hogy milyen döntéseket hoz, hiszen az utak jelentenek egy új irányt. Amit a felhő még jelenthet, fél év, hogy fél éven belül lesznek változások. És a könyv utalhat a tudásodra, de jelenthet tovább képzést is. Második hét, október hónapban itt látható. A gyűrű jelent bizonyos kapcsolatokat, itt megvan a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni. Amit a fa még jelenthet, ugyanúgy, mint a kígyó, egészségügyi témákat. És itt ez a kasza jelent olyan eseményeket, ami olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. Ez kihat a gyógyító erőre, kihat kapcsolatokra, kihat barátságokra, vagy a szerelemre.
Itt a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között, azon kívül, hogy kiderül az igazság, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt, a nap megvilágít bizonyos témákat, és őszintén tudtok egymással beszélni. Ez a párkapcsolat, vagy a barátságok, a kutya jelenthet ugyan hűséget is, hogy megbízhatsz benne, ő hűséges. Persze a kutya jelentheti a kutyát, vagy a cicát, a házi állatokat is, és itt van ez a szeretet, itt van a remény, hogy ez a kapcsolat megmarad. A hajó nem csak a reményt jelenti, hanem utazásokat, külföldi kapcsolatokat, és itt vannak beszélgetések, itt vannak ismerősök vagy barátok. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és most megvan a remény arra, hogy a pénz útba legyen hozzád, és ott maradjon hűségesen melletted. A halak nem csak a pénzt jelentik, hanem az értékeket is, mint például a belső értékeket, hogy ezek a barátságok értékesek részedre, vagy te is megkapod az elismerést, hiszen te is értékes vagy mások számára. Harmadik hét október hónapban itt látható. Ez a férfi megjelenik előtted, itt megvan a közeledés, odafigyel rád. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét a párkapcsolatban, ahol le tudtok horgonyozni. Ez a gyermek jelentheti természetesen a gyermekeket is, de jelenti az ártatlanságot, vagy a fiatalos kisugárzást, vagy egy új irányt, egy új kezdetet. Ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is, és itt van a szerencse. Ez a medve jelentheti az élet erőt, hogy te vagy ő befekteti az erejét a munkába, de jelentheti a főnököt is, és mivel itt van a hír meg a szerencse, kaptok dicséretet, vagy lesz egy jó ajánlat, lesznek szerződések. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot. És itt ez a torony azt jelenti, hogy itt kiépül valami, megnagyobbodik valami. De lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is, és itt van egy hír, vagy egy szerződés, vagy egy dokumentum. Utolsó hét, október hónapban itt látható. A múltban voltak fájdalmas témák. Sőt, ha a mélybe tekintesz, akkor látod azt, hogy itt voltak hamisságok. Valaki hazudott neked, valaki becsapott téged, de ez lezárul, hiszen itt vannak az egerek, és tudnak segíteni. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Sőt, a koporsó is azt jelenti, hogy itt lezárulnak bizonyos dolgok. A koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is, de azért figyelj oda, tekints a mélybe, hiszen valaki be akar csapni téged. Itt látható a ház mellett a virágcsokor, ez egy szép környezet, vagy megszépítesz valamit az otthonodban. Az is lehet, hogy valaki meglátogat, és megajándékoz téged. Itt a ház mellett a hold jelentheti az anyukádat, a szülői házat is, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, azt ki lehet építeni, hiszen itt megjelenik a szerencse. Ami fontos, azt jelzi a kereszt, a hited, hogy higgy ebben. Ez a kereszt
jelenti az élet utakat is, amikor az élet utak kereszteződnek hasonlóan, mint itt az utaknál, vagy jelenthet döntéseket, egy új irányt, amire a gyermek utal, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!